kölyökkorban érdemes azzal foglalkozni, hogy a kutyának valamiféle gátlása alakuljon ki az élelemmel szembe. Természetesen soha nem késő ennek neki kezdeni, ezt nyugodtan felnőtt korban is el lehet kezdeni. Ugye miért jó, hogyha valamiféle gátlás alakul ki a kutyában? Hát egyik az, hogy például ne lopkodja el a vacsorámat, vagy ne vegye ki a kezemből az ételt, de akár arról is beszélhetünk, hogy ne vegyen fel az utcán, akár mérgezett kaját, és ugye ne legyen ebből semmiféle problémája. De akár, hogy tanítás közben könnyebben tudjon rám figyelni, és ne azzal foglalkozom folyton, hogy hol van a jutalomfalat. Ilyenkor semmi más dolgunk nincsen, mint egyszerűen a vacsoráját belerakjuk a tányérba, persze lehet ez a reggeli vagy az ebéd is, azt én pár ügyet tudunk neki belerakni, és amikor lerakom és ő bele akar nyúlni, egyszerűen öngátlást fogunk használni, azaz csak fölemelem, és magától rá fog jönni egy idő után, hogy addig nem nyúlhat hozzá, amíg én nem mondom, mert akkor bele akar nyúlni, mindig elrakja. Jó, ugye a kezemet még nem tudtam elvenni. Gyorsan, és csak tiéd. Az az ügyes vagy, szuper. Jó, és utána, amikor már az övé, akkor csak adok neki engedélyt. Én itt például mondtam neki, hogy tiéd, és arra oda mehet és megehet. Ugye itt látszott, hogy először nem értette, hogy most már biztosan hozzányúlhat, akkor viszont bíztattam egy kicsit, hogy amikor viszont megengedem, akkor nyugodtan megeheted rögtön. Értetni a kutyával, hogyha a kezünkbe van jutalomfalat, az nem feltétlenül jelenti, hogy az az övé. Ugye most megvezetéssel kicsit elhoztam onnan a ütitartomtól, és adok is neki egy-két falatot, de aztán összezárom a markomat így teljesen, és megvárom, amíg békén hagyja, és csak akkor fog belőle kapni, hogyha most már nem akarja kiszedni belőle. És ahogy Noé nem fogja már piszkálni a kezemet, nem akarja kivenni belőle a jutalomfalatot, akkor ügyes voltál, megjutalmazom. Másik, amit meg lehet tanítani a kutyának, hogy egyszerűen csak fókuszáljon, ez is egy gátlás a jutalomfalatra. Ilyenkor semmi más nem csinálok, mint a kezemben van egy szem jutalomfalat, és ha el akarja venni, egyszerűen becsukom a markomat, de rögtön kisítom. Ilyenkor, hogyha a békén hagyja és csak nézi a jutalomfalatot, akkor fogja majd megkapni. Ügyes vagy! Szuper ügyes voltál! Ja, ügyes vagy! Szuper okos kutya! Nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy! Nagyon okos kutya! Egyszerűen a kutyát először lefektetem, meg... Az is ügyes, szuper ügyes. És egy picit beragasztom, hogy fekve maradjon, és utána kezdem el azt, hogy összehozzam azt, hogy egyrészt letiltsam a kutyát arra, hogy ne nyúljon a jutalomfalathoz, de rávegyen, hogy ott is maradjon, ne akarjon elmenni. Nagyon ügyes voltál, szuper! Ilyenkor mindig figyeljünk, hogy nem mi húzzuk el a kezünket, hanem a kutya húzza el az orrát, arra vegyük rá, csak megállítjuk, ha hozzá akar nyúlni. Nem? Nem. Az ügyes volt! Játszatok a kutyáitokkal, és tanítsátok őket minél többet, mert fontos a kapcsolatépítéshez. Mind a játékot, mind a tanítást érdemes mindig a csúcson abba adni, hogy a kutyában pozitív élményként rögzüljön.